Végignyomtuk a KO The Kangaroo DLC-t is, és van lehetőség nehézséget változtatni. Már maxoltam eddig, amit lehetett, mindegyik pálya 100%-os. A kérdés már csak az, én elbírok a nehéz pályákkal is? Lássuk akkor a Waterfall Islands-et hátba. Oké, tehát itt vagyunk, akkor egy kicsit, mintha sötétebb, mintha kicsit éjszaka lenne, kicsit megváltozott a helyzet. A gyűjteni való, itt van az alappálya 100%, és bejött ide a hád, itt annyi változtat van, hogy az a rúna nincsen, de ugyanúgy a betűkből van 3 és 5 darab. Wow, látod ott a szikla mellett, ott mi bújik el? Ezért hard, szerintem legalábbis hardon akkor gondolom lesznek itt elbújtatva gyűjteni valók. Az első cél, hogy egyáltalán végig tudok-e menni, vagy ez csak annyi változtatás lesz, hogy azért hard, mert nehezebben vannak eldugva azok a bizonyos gyűjteni valók. Ez egy jó kérdés, az alap DLC-n belül is voltak azért érdekes eldugások, hát történtek olyan elbújtatások, amiket nem volt egyszerű megtalálni, de végül is csak megvagyunk, és nem maradt ki semmi. Ide jövök le, akkor ha már észrevettem, akkor jövök és megszerzem. Van egy ilyen achievement, hogy hát teljesítsük a pályákat, illetve van egy másik achievement, ami pedig azt kéri, hogy szedjük össze az összes drágakövet, szóval erre mi figyelünk, ezt mi észbe tartjuk, és így nyomjuk végig a játékot. Itt az eleje még, hát talán az időbe, hogyha bonyolultabb, de maga a platformer kihívás szerintem túl nagy változás nincsen. Időben talán... Hát nem, várjál. 7-6. Időben szerintem ugyanannyi, hogy eljussunk idáig. Maradt több mint 2 másodperc. Szerintem lehetséges akkor a drágakövek elbújtatásában, mert az ellenfelek száma az... Nem feltét... Várjál, ha ez most én voltam, én ide a következőre akartam kapaszkodni. Jó, és akkor itt van egy harci kihívás, 12 ellenfél legyőzés, szerintem az még belefér. Ezeket leszedjük. Egy életpont, jó, következő támadó, szevasz. Ó, hát akkor eltűnsz, az is jó. Nekem fent vannak a dobálózósak, azok kicsit kellemetlenek, szóval őket hadd győzzem le. Ez az jó. 5-10, ez a 6. ellenfél, vagy várjál, csak jelen még itt maradt lent, tehát 7-ről van szó. Így gyorsan lecsapjuk, és akkor most jön a nagy, igen. Akkor töltsük fel azt a támadást, BOOM! És ezzel pedig, hát még őt is legyőzzük. Jó, hát ez nem túl hard, vagy csak én vagyok túl jó, mint ne túlozzunk már, jó? Inkább a gyűjteni valók, talán azoknak az elhelyezése lesz nehéz. Itt volt még egy érdekes kihívás, időpróbás dolog, ami az, hogy itt fel kellett ugrándozni, így a platform. Ez is ugyanaz, azt mondja? Ja, ez ugyanaz. Csodáig kellett úgy végig jutni, de itt előtte még egy harcolás. Ugyanaz a nagy volt? Szerintem igen. Igen, én próbálok visszaemlékezni, hogy milyen volt a normális, milyen a hard, és eddig szerintem csak a gyűjteni valók, amik különbséget jelentettek. Eddig én úgy gondolom, tehát itt a harcolás vége volt a kihívás, itt volt egy élet, át kell odurni. Tehát a pálya felépítés max annyi, hogy kicsivel sötétebb a napszak, vagy nézzünk itt hátra, valamit gyűjteni, valami rejtek. Nem tudom, mi ez a hard mode, vagy jól töltöttem be, mert ott mutatta, hogy más gyűjteni valóban. A K betű ugyanott van? Hát ilyen nincs! Nem mondod, hogy ugyanaz a... Na, nem, várjuk ki a végét. Ó, mondjuk ott, erre csak az egy... Aha, ott volt egy szív darab, egy szív negyed. Annyi mondjuk ott volt. Azért én most nem mentem oda, hanem sietek, hogy befejezzem ezt az időpróbás kihívást, de meglátjuk, hogy mert a boltba nem lehetett venni csak 4 darab negyedet, és akkor így egy szívvel növekedett, az alap 3 szív, így lett 4 szívecske, és akkor úgy tűnik, hogy lehet szerezni még egy szívet, méghozzá úgy, hogyha azokat a negyedeket összegyűjtjük, hát akkor gondolom mindegyik pályán akkor tudok szerezni még egyet.
Az átugró ide hajolok. Jó. 9-8. Hát azt hiszem a landolás, és utána még át kell ugorni. Jól emlékszem. Még egy ilyen patugó oda, és ide kellett bejönni. Ja, ez volt. De visszajövök a K betűjéért. Előtt csak hogy... Ja, itt lesz. Ezzel. Ezzel még nem, mert előtt be kell aktiválni ezt. Így van egy kis idő, amíg ezek a lila platformok itt lesznek. Hipp és hopp, megvan a K betű. Hát ez meglepett, mert ugyanott, erre emlékszem, mert ezt megtaláltam úgy magamtól elsőre. Mert hát oda ki volt helyezve, szóval az úgy elég könnyű, de az a drága kő, azt szerintem az más helyre került így. Nézzük, pókica, hoppa. Azt nem jól győztem le, de attól még kész vagyunk. Jövök akkor egy kincses láda, ez is ugyanitt volt, és akkor fordulok vissza oda be, hogy menjünk tovább. Kíváncsi vagyok még, milyen változások történtek, ha történtek, illetve nézek szétfelé, további drága kövek vannak-e, de azokat nem nagyon találtam, nem nagyon láttam, hogy hol és merre vannak. Na jó, nyomjuk tovább a következő kihívást. Mondjuk szoktak azok a köpők lenni, így van, pont azt kezdtem elmondani, amik úgy kellemetlenséget okozhatnak. De már tovább fentebb kerültem, úgyhogy csak nem lesz gond. Jó. Tovább ide. Azaz, kapaszkodj, és meg is vagyunk. Ez inkább a speedrun mode. Mert már tudom mit, merre, hogyan vannak a kihívások. És akkor mehetünk is elég gyorsan. Na, az A betűre vagyok még kíváncsi, mert az majd itt lesz egy ilyen visszafordító rész. Ez így rendben. Csak ezt itt kikapcsolva. Jó, ide kell ehhezni, és akkor itt van kettő ilyen inda, vagy hát ahogy nevezhetném ezt, amiről el tudok menni ebbe az irányba, és az A betű ennek a kihívásnak a végén volt. Úgy tűnik, a betűk azok ugyanazok. Mi akkor ebbe a hard mode? Egy életem van? Mert egy... Ja, az a hard mode, hogy egy életem van? Vagy van életem egyáltalán? Mert akkor ez nem hard mode, hanem one life mode inkább. Nem. Mert igazából, hogyha csak annyi változás van, annyi, hogy a vízbe esek, akkor a szívecském lemegy, és akkor... Ja, tényleg lehet, akkor ez volt a változás. Ez a hard mode, az inkább egy élet mode. De várjál, felvettem egy életet, arra emlékszem. És szerintem ki is. Volt a pályán egy, de nem mutatja, hogy most mennyi van. Hát, majd meglátjuk a végére, menjünk ennek a pályának, és nem a teljes egész játéknak. És utána akkor le tudjuk vonni a konklúziót, mert a betűk elhelyezése ugyanaz, a drága köveké szerintem az más, nem is találtam meg annyi, pedig próbáltam szétnézelődni. Jó, lecsúszunk, és na lássuk. A vízesés mögött. Oh, bizony. Okay. Ó, betű is megvan. Hoppá! De nem örültetek neki? Na, győzzük le ezeket a szépségeket. Jól van, gyertek csak elő. Check! Jól, annyi békáknak, annyi a majmoknak, és jöhetünk vissza. Ezt minden játéknak kötelezővé tenném. Ha vízesést teszel a játékba, valamit rakjál már mögé, jó? Valamit tegyél már oda, hadd örüljek neki, jó? Köszi szépen. Nem kell nagy cucc, de valami hadd legyen már ott, mert úgy elszomorít, amikor megyek, játszok, és nincs ott semmi. Ezt tudom, ez az én elvárásom, ez az én hülyeségem igazából, de ez az, amit én tapasztalok. És szeretném, hogyha ez így lenne, mert hát szerintem sok játékos, hát előbb-utóbb beletanul olyan játékokba, ahol van ilyen, és akkor ahol meg nincs, azt tapasztalja, hogy jó, de kár, hogy itt nincsen, mert szerintem több játékban van, mint ahánynál nincsen, ezt tudom mondani. Arra ugrás. És itt ez már a pálya vége, úgy tudom, ezért megérkezünk, és bum, ennyi volt. Hát a drágakövek azok mindenképpen elrejtettek.
Az achievement megvan, az Island Sprinter, a hard mode, a betűk azok ugyanott voltak. Hát akkor ez ugye sima mode, hard mode, csak annyi, hogy piros, hát szerintem egy életünk van, hogy akkor végignyomjunk és megszerezzünk mindent. Én azt mondom, ezt külön videóban már nem foglalom bele, de magamnak itt így végigmegyek, és ha lesz valami KO DLC, akkor majd, ha újdonság lesz, akkor készítek róla a videót, de örülök, hogy kipróbáltam ezt is, mert most már hivatalos KO nehézségben is jó vagyok, vagy hogy nevezhetném, gyakoroltam, találkozunk legközelebb.